Képviselő, öné a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! 2010-ben a Fidesz-KDNP kormány megalakulásakor egyértelműen kimondásra kerültek azok a rendező elvek, amelyek mentén a kormány a gazdaságpolitikáját megvalósítja. A stratégiai nemzeti tulajdon mellett célként tűztük ki a csökkenő adókat és a bővülő foglalkoztatottságot is. Kimondtuk, hogy Magyarországon mindenki, aki tud és akar dolgozni, annak legyen munkája, ne járjon automatikusan bármiféle segély. Ezért sikerült létrehozni a magyar vállalkozásokkal közösen 1 millió új munkahelyet. Ezért kell elutasítani a tegnap itt a házban is hangoztatott baloldali alapjövedelem gondolatát, ami azt jelenteni, hogy vegyük el a pénzt attól, aki dolgozik, és adjuk oda annak, aki nem is akar. Mi egyetértünk az alaptörvényünkkel, ami így szól, valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye. A munka alapú társadalom politikája mellett szintén középpontban áll az idősek iránti megbecsülés, ezért a Fidesz-KDNP 2010 óta mindent megtesz annak érdekében, hogy ez konkrét intézkedésekkel is kifejezze. 2010-ben, amikor szövetséget kötöttünk a nyugdíjasokkal, azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy folyamatosan megőrizzük a nyugdíjak vásárlóértékét, szemben a korábbi baloldali kormányzat idős embereket megkárosító politikájával. A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások emelése követi az inflációt, így az ellátások összege az elmúlt 12 évben, a mostani emelésekkel együtt nominálisan 59%-kal, vásárlóértéken pedig 10%-kal nőtt. A gazdaság növekvő teljesítményéből szintén részesülhettek az idős emberek is. Emlékezzünk csak, hogy 2017-től a gazdaság és az ország teljesítménye lehetővé tette a nyugdíjprémium és az egyszeri juttatások kifizetését is. Az elmúlt másfél évben is, a világjárvány miatti veszélyhelyzet időszakában is odafigyeltünk azokra, akik évtizedekig a hátukon vitték és építették Magyarországot, hiszen az első intézkedések között szerepelt az idősek egészségügyi és gazdasági védelme. Tisztelt képviselőtársaim! A baloldal folyamatosan szavak szintjén aggódik a nyugdíjasokért, szavazataikkal már kevésbé mutatják az elkötelezettségüket. Ráadásul sokszor, mintha elfelejtenék, hogy a korábbi szocialista liberális kormányzás Gyurcsány Ferenc vezetésével több olyan intézkedésről is döntött, amely nagy csapást jelent az idős emberek számára. 2009-ben önök elvettek 2,2 millió embertől egy havi nyugdíjat, ráadásul ettől függetlenül is csökkent a nyugdíjak reálértéke. A Gyurcsány és Bajnai kormányok alatt 2005 és 2010 között több mint 10%-kal csökkent a nyugdíjak vásárlóereje. Említhetném éppen Márki-Zay Péter a baloldal korábbi üdvöskéjének kijelentéseit is, melyekben ostobaságnak és hibának nevez tartja a 13. havi nyugdíj visszavezetését és a rezsicsökkentés politikáját. 2021-ben pedig történelmi adósságot kezdtünk el törleszteni a nyugdíjasok felé, a Gyurcsányék által elvett 13. havi nyugdíjat elkezdtük visszaépíteni, amit 2022. februárjában már teljes összegben megkaphattak az idősek. A 2022. április 3-ai választás eredménye világos és egyértelmű. A Fidesz-KDNP újra felhatalmazást kapott a választópolgároktól, ezért az idősek továbbra is számíthatnak a Fidesz-KDNP-re. Ugyanakkor láthatjuk, hogy a minket körülvevő világ milyen a helyzet, hiszen jelen van a migráció, még teljesen ki sem lábaltunk egy világjárványból, az európai gazdaság egén gyülekeznek a sötét felhők, magas az infláció szerte az egész világon, energiaválság van kibontakozóban és háború is zajlik a szomszédban. Ennek ellenére is tartjuk a 2010-ben tett ígéretünket, folyamatosan emeljük a nyugdíjakat. Januárban 5%-os volt a nyugdíjemelés, amit a 13. havi nyugdíj kifizetése követett. A sok bizonytalanság és az infláció miatt július 1-től pedig újabb 3,9%-kal emeli a kormány a nyugdíjakat, az emelés erre az évre visszamenőleg is vonatkozik. Az idősek anyagi biztonságát erősíti még a rezsicsökkentés, az élelmiszerástopp és a benzinástopp fenntartása is. Betartottuk és betartjuk az idős honfitársainak tett ígéretünket, megőriztük a nyugdíjak vásárlóértékét, sőt visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat is, amit a baloldali kormány elvett tőlük. Köszönet az időseknek, nagyszüleink generációja továbbra is számíthat a Fidesz-KDNP-re, számíthat ránk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr! A válaszra Zsigó Róbert államtitkár úrnak adok szót, aki nem a régebbi helyén, hanem a miniszterelnökségi államtitkárok helyén szólal föl. Ezt a műszaki kollégák számára jeleztem. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Ott szólalok fel, ahol szót kapok, elnök úr. A
Köszönöm szépen, hogy ezt a fontos kérdést szóba hozta itt a parlamentben, hiszen Magyarországon 12 esztendeje 2010 óta családbarát kormányzás folyik, ami azt jelenti, hogy a fiatalok életkezdésének a segítése, illetve a gyerekes családok támogatása mellett az idősek támogatása és megbecsülése is fontos mindannyiunk számára. Ezt a munkát korábban is végeztük, és a magyar emberek támogatásával jövőben is folytatni fogjuk, hiszen április 3-án erre is felhatalmazást kaptunk. Azért is fontos mindez számunkra, mert hogy mindannyiunk kötelessége megbecsülni az idős embereket, mert amink van, ami körülvesz bennünket, azt tőlük kaptuk, azt az ő munkájuknak köszönhetjük. Erre az alapra tudtunk építkezni az elmúlt esztendőkben, és tudunk építkezni az elkövetkező időszakban is. Fontos tehát, hogy megvédjük őket, támogassuk, megbecsüljük, és garantáljuk mindannyiuk biztonságát. A magyar emberek megtapasztalhatták, hogy a polgári kormány megbecsüli az időseket, hiszen, ahogy ön is mondta, 2010-ben kötöttünk egy szövetséget az idősekkel, hogy amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a nyugdíjak vásárlóértékét megőrizzük. Arról tudom tájékoztatni a tisztelt országgyűlést és a kétkedő ellenzéki képviselőket, hogy igen, sikerült, mert hogy nem csak megőriztük a vásárlóértékét a nyugdíjaknak, hanem 10%-kal emelni is tudtuk. Emellett az elmúlt 5 esztendőben közel 900 milliárd forintnyi extra kifizetést is tudtunk adni az idős honfitársainknak, Erzsébet utalvány és rezsi utalvány mellett. Emellett fontos számunkra, hogy az idős emberek is részesüljenek a gazdaság jó teljesítményéből, éppen ezért 2017-ben, 18-ban és 19-ben is nyugdíjprémiumot tudtunk fizetni az időseknek, sőt, minden idők legnagyobb összegű nyugdíjprémiumát tudtuk kifizetni 2021. novemberében. 2,4 millió idős embernek, ez nem csak az öregségi nyugdíjban, hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülő embereket is érintette. Amellett pedig, hogy visszaadtuk a gyermeket nevelő családoknak a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadójukat, illetve az idén január 1-től a 25 év alattiak személyi jövedelemadó mentességben részesülnek, ahogy elhangzott, 2022. februárjában visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat az időseknek, amelyet korábban a korábbi kormány tett el tőlük, és ez sem az öregségi nyugdíjban, hanem a nyugdíjszerű járulékban, ellátásban részesülők is megkapták. Mindannyian emlékszünk, hogy nem mindig volt ilyen idősbarát kormányzás Magyarországon, hiszen 2010 előtt a Gyurcsány-Bajnai kormányok idején, ahogy mondta is képviselő úr, nem megtartották, hanem csökkentették a nyugdíjak vásárlóértékét, nem adtak a nyugdíjasoknak, hanem elvették akkor egyik napról a másikra tőlük a 13. havi nyugdíjat, és ráadásul azon ígéretükkel szemben, amivel mindannyian emlékeznek nyilván, hiszen lassan mondták, hogy nem lesz gázemelő, és bizony a rezsi árát az egekbe emelték, háromszorosára a gáz árát, és kétszeresére a villanyáram árát, ezzel teljes kiszolgáltatott helyzetbe hozták az idős embereket 2010-re. Valóban az európai energiaválság miatt növekvő infláció következtében decemberben úgy döntött a kormány, hogy, és a parlament is, hogy nem 3%-kal, hanem 5%-kal emeljük idén a nyugdíjakat. Szintén az európai energiaválság és a szomszédunkban dúló háború miatt pedig most úgy döntöttünk április végén, hogy a növekvő infláció miatt újabb 3,9%-os mértékű nyugdíj kiegészítést kapnak az idős emberek. Ezt megkapják júliusban, januári visszamenőleg egy összegben, ráadásul pedig hasonlóképpen a 13. havi nyugdíj összegét is korrigáljuk, és ezt is meg fogják kapni január 1-ig visszamenőleg. Ez több mint 2,4 millió embert érint, és a 2022. évben a költségvetésben 184 milliárd forintot plusz támogatást jelent. Azt tudom mondani, illetve az általam elmondottakból is látható, hogy mi valóban megbecsüljük az időseket, és az idős emberek továbbra is számíthatnak ránk. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen!